húsvét után vagyunk, az események folytatódnak. Isten igéje János evangéliumából is egy folytatást, egy helyzetképet mutat. Aznap, amikor beesteledett a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk, békesség néktek. És ezt mondta, megmutatta neki kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Ezt mondva, rájuk lehelt, és így folytatta, vegyetek szent lelket. Akinek megbocsátjátok a bűneiteket, azok megbocsátatnak. Akikét megtartjátok, azok megmaradnak. Mint a húsvét fénye nem ért volna a célhoz. A tanítványok félnek, elbizonytalanodnak. Elmenekülnek, zárt ajtók mögé kerülnek. Húsvét, a feltámadás minket is kérdez. Mit kezdünk a ténnyel? A megmagyarázhatatlannal, a felfoghatatlannal? Bennünk is felvetődik a kérdés, hisszük-e, vagy mi is elbújunk? Kinek jelenik meg Jézus? Annak, aki hisz. A találkozás, a vele való közösség, a feltámadottal egy nagy lehetőség. Amikor egy ajtó bezárul, akkor egy másik ajtó nyílik. Ezt tapasztaljuk földi életünk útján, de igazából nagypéntek, húsvét lehetősége is erre bíztatja az embert. Jézus zárt ajtók mögött jelenik meg, és azt mondja a tanítványoknak, békesség néktek. Ma minket is így szólít meg. Húsvét titkának őrzőit, ismerőit, a mai tanítványokat. Békesség néktek. Mi történt húsvétkor? Emberi életünk megmagyarázhatatlan kérdése, de amit a tanítványok átéltek, az számunkra is tanulság. Ők, akik addig féltek, megtagadták. Látjuk Pétert a nagyheti úton, látjuk a többi tanítványt, akik nem voltak hiszékeny emberek. Egyet tudtak, valami történt. És amikor halljuk János tudósítását, vegyetek szent lelket, akkor átváltozik az életük. Megértik, hogy nem a halálé az utolsó szó, hanem a feltámadott élő Úr Jézus Krisztusé. És ez a lélek tartalmat ad, küldetést. Veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Isten igéje ajtót tár. Ki lehet jönni földi börtöneinkből, félelmeinkből, s húsvétnak ez a drága örömhíre, a folytatás. Ahogy az első húsvéton köszöntötték egymást, Krisztus feltámadt, valóban feltámadt. Ennek a hite, ennek a reménysége az, ami ma is megtart bennünket. Mert felülről jön a segítség. Isten igéje azt mondja, enyém vagy. Az ajtót kívülről lehet nyitni. Nem egy szellemmel van dolguk a tanítványoknak, az élő Krisztussal, az Isten gyermekkel. Hiszem, ma sem lehet másképp élni és gondolkodni. Zárt ajtók emberi félelmei között minket is kérdez. Hiszed-e, hogy él? Hiszed-e, hogy veled van? Hiszed-e, hogy megsegít? Nem lehet úgy járnunk ezen az úton, hogy ne tudnánk. Volt nagy péntek, van kereszt, értünk vállalt, s van feltámadott, aki hív a vele való közösségre. A tanítványok életüket adták, mert hittek, mert bizonyságot tettek. Tőlünk nem ezt kéri. Azt kéri, hogy járjunk ezen az úton, bízzunk benne,
éljünk vele, és akkor részünk lesz életben és üdvösségben. Amen.